Sziasztok, Könkel vagyok. Számos tévhit terjed a hőszigetelésekkel kapcsolatban az interneten, ezeket szeretném megcáfolni, illetve tényekkel alátámasztani. Ötféle szempontot fogunk nézni ennek a vizsgálatnak a során. Az első és legfontosabb, hogy egyáltalán éghető-e az adott hőszigetelőanyag. A második, hogy mennyi füst keletkezik az égés során. A harmadik, hogy ennek a füstnek milyen az átláthatósága. A negyedik, hogy ennek a füstnek milyen a mérgezése, tehát toxikussága, és az ötödik, hogy milyen gyorsan ég le az adott hősziganyag. Essünk neki! Ez a sima fehér homlokzati EPS, EPS 80. Amint látható, ha láng éri, akkor olvad, illetve füstöl, viszont az adalékanyagnak köszönhetően úgynevezett önoldó tulajdonsággal rendelkezik, tehát amikor elveszem tőle a lángot, akkor önmagában nem ég tovább. A szalmán látszik, hogy a lecsepögő olvadék elég forró, tehát a száraz szalmát elvileg be tudja gyújtani. Ez a grafitos homlokzati EPS, a fehér társának egy jobban hőszigetelő változata. Ennél elterjedt tévhit az, hogy a benne lévő grafitszemcsék miatt sokkal jobban, illetve gyorsabban ég, ez láthatóan nem így van. Égési tulajdonságai mindenben megegyeznek a fehér EPS-ével. Vakolható kőzetgyapot a következő alanyunk. Amint látható tűz hatására, ez csak elszenesedik, illetve izzik. Rendkívül magas az olvadás pontja, ezért tökéletesen alkalmas tűzgátak létrehozására, illetve tűzveszélyes helyekre. A füstje rendkívül kicsi, illetve az égés során szagot sem érezni. Ez az Expert Fix, ami félúton van a homlokzati EPS, illetve a zárcellás XPS között. A zárcellás XPS-ből hoztam többfélét, többféle színűt, látható zöld, piros, illetve fehér is. A zöld hatalmas meglepetéssel szolgált, ugyanis ebből látszólag hiányzik az önkioltó adalékszer. Amint látható, önmagában is tartja a lángot, úgy kellett elfújni, hogy eloltódjon. Ki fogom deríteni, hogy ez melyik típus pontosan. Az XPS-ek sokkal sűrűbb füsttel égnek, mint a homlokzati EPS, illetve büdösebbek is lényegesen. Ezt a próbakockát egy forgalmazótól kaptam a Konstrumán, van rajta felületi bevonat, ez fújt purhab. Amint látható, nagyon intenzíven ég, zsírhoz tudnám legjobban hasonlítani, illetve nagyon sűrű a füstje és nagyon rettenetesen büdös. Ez egy táblás pH-szigetelés, a fújt purhabhoz nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, tehát intenzíven még sűrű füstje van és nagyon büdös. Ezt inkább csak érdekességnek hoztam, az úgynevezett üveghab foam glass, lábazati hőhíd megszakító elem. Pattognak ki belőle az égés során az üvegszemcsék, de igazából nem éghető kategóriába sorolható.
ez az itium multipor kívül, illetve belül se alkalmazható hőszigetelő anyag. Rendkívül jó tulajdonságokkal rendelkezik, csak sajnos rettenetesen drága. Viszont abszolút nem éghető, nagyon kicsi füst képződik az égés során. Talán ez a legjobb az összes közül. És hogy ne legyünk teljesen igazságtalanok a hungarocell, illetve XPS hőszigetelésekkel kapcsolatban, nézzük, hogy mit csinál az az XPS, amin van drive-it háló, illetve lábazati vakolat. Amit látható, sokkal tovább bírja az intenzív tüzet, és mögötte inkább csak szépen lassan megolvad a hőtől az XPS. Tehát nem kap lángra, nem termel annyi füstöt. Tehát az első pont szerinti éghetőségi tulajdonság. Itt a kőzetgyapot, illetve a multipor, valamint a foam glass az, ami nem éghető kategória. Az összes többi pedig éghető kategóriába sorolható. Viszont fontos kihangsúlyozni, hogy mindegyik rendelkezik önoltó adalékszerrel, kivéve azt az egyetlen XPS-t, ami a videón látszik. Tehát, ha nem éri őket láng, akkor nem égnek tovább. A füst mennyiségét tekintve vegyük a kőzetgyapotot, illetve a multiport egy egységnek. Ebben az esetben az EPS, illetve az XPS 10-szer annyit termel, a PIR pedig 50-szer, PIR és a PUR-hab 50-szer annyi füstöt termel az égés során. Más a kérdés a füst átláthatóságát tekintve. A kőzetgyapot, illetve a multipor füstjének az átláthatósága vegyük nullának, és ha az EPS-ét vesszük egy egységnek, akkor az XPS, illetve a PIR-PUR-habnak a füst átláthatósága az 10-szer annyi, illetve 10-szer kevesebb. Magyarul sokkal sűrűbb a füstjük. Mekkora a füst toxikussága? Itt a kőzetgyapotot, illetve a multipor által az égés során termelt füstöt vegyük egy egységnek. Az EPS-é 10-szer annyi toxin tartalmaz, illetve 10-szer toxikusabb, az XPS-é meglepő módon csak 5-szer toxikusabb, ahol sokkal büdösebbnek éreztem, viszont a PIR az 25-szer mérgezőbb füstöt reget magából az égés során. Az égési sebességnél a papírt, illetve a fenyőt vegyük egy egységnek. Ebben az esetben a kőzetgyapot, illetve multipor égési sebessége ennek tized része csupán. A PIR-PUR-habnak másfélszer annyi az égési sebessége, mint a papíré, illetve a fenyőfájé. Az EPS és az XPS 2,5-szer gyorsabban ég. Érdekes adalék ehhez az egészhez, hogy a benzin is 2,5-szer gyorsabban ég. Nem véletlen kőolaj származék az XPS is, meg az EPS is, tehát ezért van a hasonló égési sebességük. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornámra, gyertek Facebookra, illetve Instára, valamint csatlakozzatok a Facebook csoportunkba, ahol napi szinten zajlik a tanácsadás, az egymás közötti eszmecsere. Ja, és támogathattok Patreonon is. Sziasztok!